Nagy érdeklődéssel vettek részt az alsónyéki óvodások az első csapvíz népszerűsítésnek nevezett programban. Rövid ismertetőt hallhattak a víz körforgásáról, vagy a környezetvédelem fontosságáról, amiket a tablókon keresztül meg is nézhettek. A környezeti és energetikai hatékonysági program keretein belül az Erőv Vízköz Zrt. 30 millió 89 ezer forintot nyert uniós pályázaton. A nyert összegből egy rendezvénysorozatot indítottak el, amivel a vízhatékonyságára és a vízvédelmére szeretnék felhívni a fogyasztók figyelmét. Az óvodásoktól egészen a nyugdíjas korosztályig készülnek programmal. Több megszólítási módot kerestünk, lesz fotópályázatunk, rajzpályázatunk, és különböző civil szervezetek is részt vettek a pályázatunk beadásában, akár a nyugdíjas alapszervezeteket is szeretnénk megszólítani és felvenni velük a kapcsolatot. Az ügyfélfogadásunkon is, a szolgálatunkon van kérdőív kitöltésére lehetőség, és hát pozitívan vesszük az első benyomások alapján a fogyasztóknak a részvételét. Az Erőv Vízköz Mű Zrt. Mindhárom régiójába elviszik ezeket az előadásokat, de a koronavírus miatt már több rendezvényük is elmaradt, így újra gondolták a koncepciót. Kicsit átformáltuk, mert az eredeti tervek szerint úgy volt, hogy részt veszünk nagyobb fesztiválokon, falunapokon. Bízunk benne, hogy a Covid majd a későbbiekben ezt megengedi. Két év alatt szeretnénk eljutni pályázati kérés szerint oda, hogy legalább egy 60 ezer embert aktívan, illetve passzívan is megtaláljunk. Több mint 5 ezer embert kell, vagy gyermeket aktívan megszólítani, hogy le is tudunk regisztrációval igazolni, hogy részt vettek a rendezvényeinken. A vízvédelmét tartják a legfontosabbnak. Úgy vélik, nem lehet elég korán elkezdeni a környezet és vízvédelmére nevelni gyermekeinket.